Sziasztok, én nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a csatornán, én Dezső vagyok. Most egy unboxing videóval szeretnék nektek kedveskedni. A nyár első unboxing videójában egy Valley autót szeretnék nektek kicsomagolni, azonban ez kisé eltér a többi autótól. Hát méghozzá azért, mert én ugye alapvetően a 20. század autóit szoktam megvásárolni, de azért néha becsusszan egy-egy 21. századi autó, és a mostani alanyunk ez az. Ez a Peugeot 207-es, amiből szerintem minden nap lehet látni az utakon legalább egyet. Ez egy eléggé népszerű használt autó, kb. 1 millió forintért egész jókat lehet találni. Én, hogy megnéztem a használtautó.hu-n, ugye a videó elkészítés előtt, én 275 darab autót találtam. Olyan 700 ezer forinttól indulnak nagyjából ezeknek az autóknak az ára. Na, de mi most ugye ezt az 1.43-as kis autót fogjuk megnézni, mert bizony a velítő ilyesmit is lehet venni. Én nem szoktam igazából, mert nincsenek nagyon olyan autótípusok, amik engem különösebben megmozgatnának így ebben a méretarányban, ezért nem is foglalkoztam ezzel a méretarányjal. Azonban most én úgy döntöttem, hogy ezt az autót be fogom mutatni, és hát beszereztem át, legyen unboxing videó belőle, úgyhogy igazából nézzük is meg. Na akkor itt is látható az autó még ugye a csomagolásban. Hát ugye maga a doboz, az ugye hát alapvetően hasonlít a velli szokványos dobozaira, hát maximum annyi eltérés, hogy az 1.43-as méretarány autókhoz van igazítva, értelemszerűen. Illetve a másik nagyon nagy eltérés, hogy itt fel van tüntetve a méretarány. A többi autónál én nem igazán szoktam ezzel találkozni, maximum az 160-as méretarányúaknál, de az 132-esek, 134-esek, vagy a nagyobb, 124-esek, esetleg az 118-asok, amit én még nem láttam élőben itt Magyarországon, semmilyen üzletben, azok nem szoktak ilyen méretarányjal rendelkezni. Legalábbis én egyszer sem láttam, illetve ami még eltérő, hogy ez az autó nem kapott ilyen csavaros talpot, tehát ugye láthatjátok, hogy össze-vissza lehet gulitgatni az autót, meg így gulitgatni, meg ugye így csúszkál, mert ugye enyhén befelé van döntve. Vagy hát inkább a a nyitott rész felé van döntve a kartonlap, amin az autó most így be van helyezve, de hamarosan kiszedjük onnét. Valamint ugye, ami nekem nagyon tetszik, hogy nem szimplán feliratokkal intézték el az autó típus megnevezését, hanem ugye a szokványos betűstílusra átváltottak ugye a, az az adott a gyártó által alkalmazott betűstílusra, illetve ugye az emblémát alkalmazták. Ez nem tudom, hogy kinek mennyire számít jónak, nekem tetszik ez a megoldás. Szerintem ez egészen jó. Itt ugye szokványos módon látható a terméknek a megnevezése különböző nyelveken, ahogy ugye ezt a veli autóktól megszokhattuk. Hátul pedig ugye fel vannak sorolva a különböző emblémák, amelyektől ugye megvásárolták a licenszjogokat, hogy az a termékeiket gyárthatják, és ugye itt kettő helyen is megtalálhatjuk a Peugeot emblémát, úgyhogy ezzel nincs is gondunk itt ugye pedig alul pedig ugye mindenféle szokványos figyelmeztetés látható, ugye három hónapos kor alatt nem ajánlott, apró alkatrészek, stb. 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 Ezt az autót egyébként a kedvenc kis játékboltokban vettem itt Fehérváron, 1490 forintért, Szerintem ez még egy egészen elfogadható ár egy ilyen kis autóért, pláne, hogyha ez mivel nem pepkós, valószínűleg hogy ott jóval olcsóbb lenne, de a Tesco-ban, mint például ilyen 1200 forintért maximum meg lehet venni, de láttam néha 900 forintért, úgyhogy nézzük meg, hogy ennyi pénzért milyen autót is lehet kapni, mert a csomagolást azért nagyjából áttekintettük. Hát ugye ez le van ragasztva, úgyhogy kell a, a slitzer. Hol tudok én így benyúlni? Azt hiszem, hogy sikerült elvágni a celluxot. Na, akkor hát elsősorban a belső rétegeket húzzuk, és hát az autó igazából magától kicsúszott, nem kellett nekem levarázsolni, úgyhogy ez a probléma meg is oldva, meg is van oldva, ezt a kis szöszmözt vagy a koszt leszedem a kocsiról, és hát akkor beszélnék egy picit az autónak a történetéről, miközben ugye áttekintjük magát a Peugeot 207-est, amit a kezemben tartok. Nos, ugye a Peugeot 207-es azt szerintem mindenki nagyon jól ismeri, ha máshonnét nem, legalább az utcán láthatott jó pár ilyen autót élete során. Ez egy szuper mini kategóriájú autó, ugye ez egy ilyen szegmens, olyan, mint a Ford Fiesta vagy a Ford Fusion, hogyha a korabeli autókat szeretnék emlegetni, vagy esetleg a Toyota Yaris. Jó, talán az nem, az talán egy kategóriával kisebb. Na de nem is az a lényeg, hanem az, hogy ezt a szuper mini kategóriájú autót 2006 és 2014 között gyártotta a Peugeot, illetve értékesítette. Ennek az autónak az elődje a nagyon sikeresnek számító Peugeot 206-os, ennek utódja pedig a 2012-es megjelenésű Peugeot 208-as. Nos, boncogassuk is akkor az autónak a történetét picikét alaposabban. Hát, ez az autó először is 2006. januárjában debütált, tehát már betöltötte 15. életévét és 2006 áprilisában kezdődött meg ennek az autónak a sorozatgyártása. Először a francia, spanyol és ö, ö, olasz piacokon volt elérhető, de ké, ö, nem sokkal később elérhetővé vált a többi európai, illetve a ö, ö, piacon. Ahogy mondottam, hogy ugye elsősorban a, az ö, ugyan még mindig sikeresnek, de már azért öregecskének számító ö, Peugeot 206-ost váltotta le, és hát eredetileg, hát talán tervezhették is volna, hogy Rytonban is gyártják, azaz Angliában, de 2004-ben bejelentették, hogy a 207-es már nem fogott készülni. Riton azért is számít ennyire fontos helyszínnek a Peugeot szempontjából, mert ott évtizedeken át készültek Peugeot gépkocsik, ott készült a 205-ös, a 309-es, a 405-ös, illetve a 206-os is, több millió ilyen autót sikerült ebből a gépkocsi típusból eladni. Hát 2004 januárjában bejelentették, hogy ezt az autótípus már nem fogják ott gyártani, és hogy 2006-ban bezárják a gyárat. Hát több fajta kérelmet nyújtott be, meg különböző demonstrációkat szerveztek azzal kapcsolatban, hogy a rajtani üzemet ne zárják be, de sajnos ez nem így történt. 2006 decemberében bezárták a gyárat, és az elkövetkezendő egy-két évben a gyárkomplexumot le is bontották és hát emiatt az ügy miatt talán gondolhatnánk azt, hogy mivel nagyon haragudtak az emberek a PSA-ra, hogy rengeteg embert utcára tettek ezzel a döntéssel, hogy nem fogják ezt az autót venni. Hát végül is hát nem így lett, eléggé magas volt az autónak az eladási mutatója, erre majd később kifogok térni. Hát amikor ez az autó megjelent, ez nem egy Peugeot alapon nyugszik, hanem a C3-asnak kisé módosított Padló lemezére építették ezt a e, gépjármű típust Kezdetben e, Háromajtós ferdehátú Ez az amit a kezemben tartok Ötajtós ferdehátú, ötajtós kombi e, Illetve a későbbiekben A CC változat is elérhetővé vált Ugye a kupé kabrió Kivitelben e, 5 és 6 sebességes kézi, illetve 4 sebességes automata váltóval lehetett ezeket az autókat megvenni. Elég is sokfajta motor állt rendelkezésre. Hát kezdetben igazából háromfajta benzines és kétfajta dízel állt rendelkezésre. Benzinesekből kettőféle, egynégyes es és egyfajta 1.6-os állt rendelkezésre. Az egynégyesből esből a 8 -es változat 75 lóerő teljesített, a 16 szerepes verzió ö... 90 lóerőt produkált, a, az 1.6-os 16 szerepes verzió, az már 110 lóerős teljesítményt produkált. A dízel változatnál volt az 1.4-es HDI, illetve az 1.6-os HDI. Az 1.4-es HDI az 70 lóerőt teljesített, az 1.6-os HDI 90, illetve 110 lóerős teljesítménnyel rendelkezett. 2006 végén a benzineseknél picit feljebb vitték a teljesítményt, a 16 szerepesek esetében a 8 szerepesnél nem változott semmi. A 16 szerepes 1-4-es teljesítménye 95 lóerőre ugrott, ugye 90-ről, az 1-6-osnál pedig 110-ről 120 lóerőre növekedett a, a teljesítmény. Létezett kettőfajta turbó változat is, amiket még esetleg inter is elláttak. Egy kettőfajta 1.6-os motor, 150 illetve 175 lóerős teljesítménnyel ezek a motorok a GT illetve GT változatban voltak megtalálhatóak. Továbbá a Le Mans Special edition is megjelent, megjelentek ezek a motorok. Ezeket a turbó motorokat a, a, PSA a BMW-vel közösen fejlesztette ki, amiket meg is lehet találni az akkor jártott Mini Cooper S-típusú gépkocsikban, és akkor ugye hát a GT, a GT illetve a GT változatban ugye találhatóak meg ezek a turbó motorok. A GT kapta a, a nagyobb 175 lóerős motort, a GT pedig a 150 ló erős változatot, pluszban még az üvegtetővel is rendelkezett, és a, ezt a kettő változatot, bocsánat, hogy elakadtam, csak is kézi váltóval lehetett elérni. Hú, ez micsoda, ami így kilóg az autó kerekéből. Na mindegy, majd mindjárt át fogjuk tekinteni magát az autót, hogy ezt hogy sikerült kidolgozni. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ha részletesebben átnézem, mert ha így forgatom össze-vissza az autót, miközben beszélek a kocsi történetéről, akkor azért csak nem tudok annyira részletesen az autóra figyelni. Na mindegy, kicsikét eltértünk a, a témától. 2009-ben kapott egy modafrisítést ez az autó, megváltoztatták a fényszórót, a hűtőrács az némileg kisebb lett. Hát ugye igazából, hogy keskenyebb lett, de a magasságát nagyjából megtartotta. A ködlámpák azok már kikerültek a maszkból, tehát külön helyre kerültek már így a hűtőmaszktól teljesen el volt különítve, valamint ugye a hátsó lámp, ledes lámpákat is felülvizsgálták, motorikusan is történtek változtatások, ebben az esetben a 175 lóerős turbós változat az már 184 lóerőre ugrott. Fontos tudni, hogy csak is négyhengeres motorokkal lehetett elérni, csak is sornégyes motorokkal értékesítették ezeket a gépkocsikat, és akkor térünk rá erre a Le Mans Special edition -re. Hát ebből az autó változatban mindösszesen 2000 darab készült el, és méghozzá ez egyfajta tiszteletadása a Peugeot számára, vagy hát inkább egy ilyen megemlékezés, amikor a 24 órás Le Mans verseny állóképességi versenynél a Peugeot az első három helyet megszerezte, és emiatt piacra dobták ezt a sorozatot. Ennek ugye ismertető jegye a, a kis egyedi hűtő rács, de nagyban hasonlított az autó órára. A fényszórón is picikét alakítottak, de igazából ilyen minimálisat. Egyedinek mondható 17 szoros könnyű fénfelnit kapott, amit csak ahhoz az autóhoz szervíroztak. De ami talán a komolyabb egyediség, ugye ez a, ez a jellegzetes motívum az autó oldalán, illetve egy piros csík húzódott így az autó hátulján kettőfajta motorral lehetett kérni a 150 illetve a 170 lóerős változattal. A 150 lóerős változatok egy kipufogó véggel rendelkeztek, a 175-ösek már kettő kipufogó végel rendelkeztek, illetve azt elfejtettem megemlíteni, hogy az 1.6-os dízel motorral is ellátták ezeket az autókat, persze egy kipufogó véggel. Hogy hogyan is fogadták ezt az autót? Hát eléggé vegyesen fogadták magát a gépkocsit. Hát ugye elsősorban ugye kritizálták az autónak a belterét, illetve annak kialakítását, meg a sebességváltónak a kezelhetőségét és működését. Az autókar magazin igazából az autónak a, a különleges egyediségét hiányolta, amit egy ilyen kis autó esetleg meg tudna adni. Viszont ugye a biztonságosságát, meg az autónak a, a szolidabbnak mondható stílusát azt dícsérte. Tehát milyen érdekes paradoxon, hogy e kritizálja és meg dícséri is valamilyen szintet, de lehet, hogy ez bizonyos elemekre tért ki. Hát igazából a kritizáló emberek főleg attól tartottak, hogy ez lesz az egyik legmegbízhatatlanabb autó, amit a biztosító társaságok rühelni fognak, mint annak a rendjét, És hát egyszerűen kikiáltották a negyedik legmegbízhatatla... legmegbízhatatlanabb, gépkocsinak. És hát végül is erre rácáfoltak, ugyanis most érek ráki, ki, hogy Angliában hogy lesz sikeres. A szupermini kategóriában a harmadik, az abszolút kategóriában pedig a hatodik helyet érte el 2007-ben, amikor is hat, több mint 67 ezer autót adtak el. Hát igazából ennyit tudtam nektek az autórán mondani, és nézzük is meg akkor ezt a kis autót, mert azért egy pár dolgot észrevettem ezzel a kocsival kapcsolatban, ami miatt picikét csalódott vagyok, de azért alaposan nézzük át. Elsősorban azért el lehet mondani, hogy az autó elejét eléggé szépen és valósághűen dolgozták ki. Tehát szerintem a hűtőrács az, az nagyon szép, hogy a rendszámtábla is. Ez a jobbos ködlámpa az egész jó, a balos már annyira nem, mert ott szépen félrement a festék. A fényszórók itt egészen jól el vannak helyezve, talán ez annyira nem tökéletes. Ö, nem az, hogy annyira nem tökéletes, hanem egyenesen elállt. Láttátok? Most nyomtam vissza mindegy, ezt majd úgy is láthattátok. A kerekek azok egészen jól néznek ki, szerintem egészen jó, jól állnak az autónak, bár az, hogy ennyire szét lehet őket húzni, és hogy ilyen picikét, ez picikét így bumfordi megjelenésű, tehát ez mint hogy ez nem is a velli lenne. Az, hogy ezt nem dolgozták ki, ez is egy picikét fáj nekem, ez is egy picikét elszomorító, a fémtükrök, az, hogy ilyen fémnyúlványok az már igazából nem is fontos. Az egyébként a kilincseket, ezt a kis díszcsíkot, ezt egészen szépen kidolgozták, tehát még rendben van. Nézzük meg az autó hátulját, itt is azért vannak problémák. A bal hátsó test az egészen rendben van, de a jobb, tehát ezt, hoppá, majdnem lelögtem a telefont. Aha, lehet, hogy le is törtem. Ah, letörtem, na mindegy. Úgyhogy majd a videó készítése után ezt az autót meg is lehet szerelni. Fantasztikus, pár órája vettem is már is. Szutyok, a rendszámtábla az picikét lejjebb van a kelleténél. A féklámpa, majd a, a hátsó feliratok azok egészen jók lettek. A hátsó lökhárító is egészen jó mutat. Nézzük meg az autónak a belterét. Ö, ö, hát ugye szokásosan fekete műanyaggal dolgoztak a kormánykerék az szerintem rendben van a műszerfal is egészen oké, és a középkonzol is, na a váltókar az viszont itt jó tehát ez, na ez egy ilyen váltókar, amit én elvárnék a többi autótól is. Végre egy olyan váltókart látok a veli ami teljesíti az elvárásomat ráadásul 1.43-as mérhetarányban ide lenne példát venni ettől a kocsitól nem, mert, hát nem a hátsó lámpáról, mert az fantasztikus, szerelhetem is majd újra. Sikerült is ezt letördöm, mert annyira hülyén lett vagy hogy hihetetlen, majd elő kell vennem a loktájtot. Jó, oké, fantasztikus, ilyen még nem volt videóban, de hát sajnos ez megtörtént. Nézzük meg akkor a kocsinak az alvázát. Szerintem egészen válható van kidolgozva, lehet valamit látni a hajtásláncból, a kipufogóból, az üzemanyagtankból, jó, ez így marad, ezt majd visszaragasztom valahogy, na, szerintem amúgy egészen rendben van, ugye ezekkel a feliratokkal, meg mi egyéb mással, és akkor nézzük meg egy picit az autónak a gurulását azt a rohadt. Ez, ez, valami elviselhetetlenül zajos. Olyan szinten zajos, hogy hihetetlen. Jó, nincsenek gumírozva a kerekek, de valami brutálisan hangos. Pedig nem is gurítgatom gyorsan. Na mindegy, hát meg kell, hogy mondjam, gyerekek, én ebben az autóban csalódtam, és életemben nem gondoltam azt, hogy az egyik, kocsimt, az egyik kocsimat videó bemutatása közben fogom elrontani. Hát ez most sikerült. Ráadásul egy olyan autót, amit most vettem egy olyan pár órával ezelőtt. Hát ennek aztán nagyon örülök, úgyhogy a videó e, e, ugye hát nyilván ugye kész lesz a videó, ugye amíg berakom a szerkesztőprogramom, hogy rakja össze, addig én a kocsit fogom megszerelni. Fantasztikus új autó, és már is egyből szerelni kell. Hát ennyi lett volna már ez a videó, gyerekek, én nem számítottam erre, hogy ez egyáltalán meg fog történni, hogy Letörök valamit az autóról, de amúgy is láthatók, hogy eléggé rosszul lett felrakva a hátsó lámpatest is. Ha nem piszkáltam volna egy videó közben, akkor nem kellett volna ezt látnatok, pedig kigondoltam volna, hogy ezt le lehet törni ilyen könnyedén. Na mindegy, remélem, hogy ennek ellenére tetszett nektek ez a videó. Ha tetszett, akkor ezt kérek ne felejtsétek el lájkolni, like feliratkozni a csatornára, megnézni a többi videót, bekapcsolni az értesítést, ha nem tetszett, amit én simán megértek, akkor nyugodtan lehet a videó diszlákon és megírni a videóval kapcsolatos kritikát. Én csak azt kívánom nektek, hogy autóvásárlásnál ne járjatok úgy, mint most én az előbb. Sziasztok és további szép napot mindenkinek!